Kedves nézőink, Miskolcról, ahol az idő elkezdte tréfálni, az egyéni zsalakmotoros világbajnokság kontinentális középdöntőjének résztvevőit, akik ma Hungária biztosító kupáért vetélkednek, ugyanis szép csöndesen elkezdett esni az eső, és az ide kilátogatott mintegy 4-5 ezer ember már nyitogatja az esernyőjét, és kezdenek kijönni a versenyzők is. 20 futamot bonyolítanak ma le a versenyzők, és 7 plusz 1 továbbjutóval lehet innen számolni ebből a mai versenynapból. Ezen kívül még 3 verseny az, ami zajlik a világ különböző helyein, hogy kialakuljon a következő csoport az egyéni világbajnokság elődöntője felé. 2 magyar versenyző is részt vesz ezen a mai vetélkedésen, Adorján és Hajdú, és rögtön az első futamban a piros sapkás Hajdú sárga motoros szerelésben őt látják, aki ott éppen megkerülte a bírót, az, aki elindulhat az első futamban. A piros sisakot viszi Hajdú, a piros sisak szín. Könnyű lesz nyomon követni, egyrészt világos ruhájában, piros sisakkal, és főleg a belső pályáról indul, és ugye általában megegyezhetünk abban, hogy belső pályáról indulni nagyon jó, és talán még itt a palánk melletti hely az igazán kedvező a versenyzők számára. Persze középről is ki lehet azért törni, de a szélső helyek minden esetre sokkal kellemesebbek. Na most, ha el tudják indítani ezt a motort, akkor tényleg remény van arra, hogy a futam elkezdődjék. Tudnék attól kezdve, hogy megadták a jelet a pályára jövetelre a versenybírók, 2 percen belül el kell indítani a futamot, aki nem tud elindulni, az sajnálják, az majd legközelebb. És még ez az idő a leghosszabb a salakmotorban, ugyanis 64-68 másodperc alatt megteszik a 4 kört a pilóták, ugyanis összesen ezen a 367 méter hosszú pályán 4 kört kell megtennie a versenyzőknek. Futamonként a győztes 3, a második 2, a harmadik 1 és a negyedik 0 pontot kap, és aztán az 5 végigversenyzett futam alapján alakul ki a mai nap végeredménye, tehát tulajdonképpen mindenki mindenkivel versenyzik a nap folyamán. De nézzük a rajtceremóniát, beállnak a kötélhez, amely majd egy bírói erre felpattan. Ilyenkor rajtpozíciót foglalnak a versenyzők, beássák magukat a salakba, fölpörgetik a motort. Ott vannak a kötélnél, nézzük! Most! Hajdú sajnos nem a legjobban kapta el a rajtot, negyedikként fogta meg, de nézzük, hogy mit tud az egyenesben. A kanyarban Hajdú a negyedik, a fehér sisakos Kurguskin Oroszországból az első, a sárga Vandirek Csehországból most a harmadik, második Rempala Lengyelországból, Rempala még mindig második. Hajdú most kívülről próbál előzni, de sajnos hátra marad. Úgy tűnik, hogy Kurguskintól, ha nem hibázik, nem nagyon lehet elvenni a győzelmet. Most Hajdú érkezett a harmadik helyre, nagyon szépen korrigál, de nem tudta körbe motorozni ellenfelé. Kurguskin az első, Rempala a második, a sárga sisakos Vandirek a harmadik, és sajnos Hajdú csak a negyedik helyen tudja ezt a versenyt úgy tűnik abszolválni. Az utolsó kör következik, mutatják a versenyzőknek a különösszikos látóval. Hajdú a rossz rajtja után úgy látszik végképp megragad a negyedik helyen, ami azt jelenti, hogy ebben a futamban nem kap pontot, és ez bizony eléggé szomorú, mert nullával kezdeni a versenyt nem egy kellemes dolog. Az orosz versenyző nyert, Hajdú csak a negyedik. Az időben ugorva már a negyedik futamnál tartunk. Ennek a futamnak is van magyar résztvevője, fehér sapkában 16-os rajtszámmal, Adorján. A palánk mellől sárga sisakban 13-as rajtszámmal a holland Wigindul, aki négyszeres hosszúpályás világbajnoka és nagy mestere ennek a sportágnak. Aztán belülről piros sisakban a cseh Kasper indulhat, és kék sisakban az orosz Csárcenko. Ez már tehát a negyedik futam, 4 futamonként van egyéb iránt pályafelújítás, amikor lelocsolják a pályát, hogy egy kicsit mélyebb legyen a talaja, hogy ezek az egyenként minimum 80 kg-os
és 500 köbcentiméteres fék és sebességváltó nélküli motorkerékpárok jól beledöngölhessék magukat a földbe. Egyébként az egyenesekben ezek a motorok 140-150 km/h sebességre is föl tudnak gyorsulni, és anélkül, hogy fékeznének, ez azért szédületes, emberfeletti tempó. A kanyarokba is 70-80 körül mennek. Na de nézzük a rajtot, tehát fehér sisakban Adorján. Adorján jól kapja el a rajtot és vezet, míg a második Adorján és Vig között hatalmas harc. Adorján megszirálította az első helyét. Vig a második, Adorján továbbra is az első, Vig a második, a piros sisakban Kászper, a harmadik, a kékben Csárcenko, a negyedik. Továbbra is Adorján az élen, de Vig nagyon ott van rajta. Adorján vezet. A második körben Adorján még mindig az élen, Vig a harmadik, a piros sisakban Kászper, a negyedik. Az orosz versenyző Csárcenko úgy tűnik, hogy lemarad a negyedik helyen. Adorján továbbra is az élen, nagyon szépen tartja a vezető helyet. Nem engedi, hogy Vig bekerüljön elé. Vignek hátrafelé is figyelnie kell, hogy Kászper nehogy megelőzze, mert közben nagyon keményen támadja. Na még ezt a másfél kört, na még ezt a másfél kört kell Adorjánnak kibírnia. Nézzük, nagyon szépen motorozik. Úgy tűnik, hogy nem lehet megverni. Adorján vezet, miközben az utolsó kör kezdik meg. Vignek hátrafelé is figyelnie kell, mert a belső íven nagyon keményen támadja a cseh Kászper. És ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy de nem sikerült megelőzni, a Vig rutinosan kiszorítja és őrzi a pozícióját. Na még egy lehetőség a csehnek. Sikerül-e? Nem, Adorján egy keréken megérkezik és megveri a világbajnokot. A holland Viget, tehát ő a második, Kászper a harmadik, Csárcenko, az oroszországi versenyző pedig a negyedik. És nem véletlenül tombolt a közönség, érdemes megnézni lassításban ezt a szenzációsan elkapott rajtot, ahogy Adorján Zoli a sokszoros világbajnokot is lerajtolta, nem tudom csak ezzel a szőncülő szóval mondani, de csodálatosan kapta el a rajt pillanatát, ami azért külön érdekesség, mert hát mégis tud rajtolni. Itt van Adorján, most érkezik a külön díjért. Minden futamnak van ugyanis egy szponzora, a borsodi Volán külön díját kapta most. Itt Vig küzd. De Adorjánt már nem tudja veszélyeztetni, mert el van foglalva a cseh Kászperral. Tehát ezt a negyedik futamot a képen látható Adorján nyerte. Szegény Vignek nem sok ideje maradt pihenni, rögtön az ötödik futamban is dolga akad. Ő 13-as rajtszámmal piros sapkában belülről indulhat most, tehát a világbajnok a belső körön kezdheti meg a négykörös versenyt. Hajdu Kékkel az egyes rajtszámmal, a fehér Starostin Oroszországból és a lengyel Francicin 9-es rajtszámmal a sárga sisakban a palánk mellől. Az ötödik futam következik és a második forduló már a versenyben. Tehát mindenki a második futamát futja, aki itt van, és Hajdunak nagyon kell igyekeznie. Most ő mutathatja meg, hogy le tudja rajtolni ma világbajnokot, hiszen mit emlékeznek rá, nem szerzett pontot első futamában. Adorjántól már kapott egy rajtot, míg nézzük, hogy Hajdunak sikerül-e. Nem sikerült, de Vig is csak a második. Most nézzük, Hajdu meg tudja előzni Viget. Nem, most Vig támogatja a sárga sisakos Francisint Lengyelországban. Francisin vezet, Vig a második, Hajdu a harmadik. Fehér sisakban Starostin pedig a negyedik, de nagyon együtt vannak. Hajdu még mindig a harmadik, Vig a negyedik. Hajdu most megpróbálta körbe motorozni, de kisodródott, de megőrizte a harmadik helyet. Közben Francisin vezet. Méghozzá nagyon szépen, nyugodtan vezet. Vig ugyan ott van a nyomába, de úgy tűnik, hogy tartani tudja a pozícióját, legalábbis nagyon úgy néz ki. Francisin vezet, Vig a második, Hajdu a harmadik, és fehér sisakban Starostin lemaradva egy picit a negyedik. Amikor az utolsó körhöz érkeznek, ugyanez az állás. Vig úgy tűnik, nem nagyon törekszik arra, hogy megelőzze az élenállót, ő csak a pozícióját tartja. Francisin vezet, nézzük Hajdút, aki elkezdi körbe motorozni, de nem sikerül neki. Második lesz Vig, harmadik Hajdú, első Francisin és negyedik az orosz Starostin.
ez a sorrend, Franchisin győzött, Vignek nem sikerült megvernie az élenálló Franchisint, és Hajdu is csak egy pontot tudott szerezni ebben a futamban, tehát összesen eddig ez az egy pontja van két versenyből. A nyolcadik futam következik, és benne Adorján, ezúttal sárga sisak van. Az előző két futamban Charchenko, illetve Jankowski győzött, és szerzett ezzel három pontot. Ugyanezen a napon van a másik középdöntő is egyébként, Bydgoszczban. Ott is szerepelnek magyarok, sőt, ott többen vannak, Bózi, Nagy, Petrikovics, sőt, tartalékként Tihanyi is ott versenyez majd. A Csalakmotor világbajnokság mindig egy kicsit komplikáltan zajlik. Erről többen majd később. Nézzük Adorján! Adorján a szélén nagyon jól fogja meg a rajtot! Nagyon keményen oda teszi magát, és jelen pillanatban Adorján vezet. Nézzük az egyresbe, meg tud-e kapaszkodni. Adorján nagyon szépen rajtolt, körbe motorozott mindenkit. A második helyen jelen pillanatban a piros isakos Van Direk Csehországból. Nagy csatát vív a fehér csisakos Millikkel, honfitársával. Tehát a két cseh a második és harmadik helyen, közben Adorján szépen megúszik. Csodálatos rajtot követően lélegzett vételnyi ideje marad. Nyugodtan, szépen, keményen, komolyan tud motorozni Adorján a második futam győzelme felé. A két cseh egymást gyilkolja, és az osztrák Nebel csak asszisztál az ő versenyükhöz. Adorján továbbra is vezet, amikor pillanatokon belül az utolsó körét kezdheti meg, és második futam győzelme felé motorozhat. Adorján nagy formában van ma. Mind a kétszer hibátlan rajtot csípett el, nagyon ügyesen csinálta, amit csinált, és már az első kanyarba befért az első helyre. Begyilkolta magát még hátra is, néz, és ebben a pillanatban Adorján második futam győzelmét ünnepelheti. A piros sisakos Van Direk a második, és Millik a honfitárs a harmadik, a negyedik pedig az osztrák Nebel lett. Mi nyilván tudják, Adorján Zoltán 9-szeres magyar bajnok, és volt világbajnoki döntős is, és most a legjobb úton van afelé. Nézzük majd meg, hogy hogyan lehet oda jutni. Hihetetlen jól kapta el a rajt pillanatát, és körbe motorozza az egész mezőnyt. És hát a motorja is bírja, és ő is bírja kurázsival. Csodálatos futam volt ez is. Még egyszer lassítva látják, és ebből a kamerállásból lehet látni, hogy mekkora klasszikusa ennek a sportágnak. Adorján a fékezésre szolgáló lábát nem teszi le, a fizikával játszik, és úgy tudja beerőszakolni magát az érre. Csodálatosan motorozott Adorján. Két forduló után ez a helyzet az élen. Jankowski és Adorján tudott mindkét futamában győzni. Mögötte Franchisin van még nagyon jó pozícióban, és Kasztánya és Vig helyzete is reménykeltő. Annál reménytelenebbnek látszik egyelőre Hajdu egyetlen egy pontja, de hát még nagyon a verseny elején vagyunk. A kilencedik futam következik, Adorján Zoli itt már helyezkedik a kék sisakot, a kék sisak viszi, őt látjuk a képen. És mellette van Hajdu Zoli, nagyon érdekes dolog is sisülhet, ők ketten ugyanis nagyon jól ismerik egymást, és ha Adorján kitűnő rajtjával egy kicsit párost motoroznak, akkor Adorján behozhatja Hajdu, sőt még szerencsés esetben talán még át is engedhet neki egy futam győzelmet, de hát nézzük, hogy oldják meg ők ketten, mert ehhez, amit itt én előadtam, ehhez az is kell, hogy Hajdu is nagyon jól kapja el a rajtot. Tehát Adorján és Hajdu középen. És Hajdu most nagyon jó rajtól. Hajdu nagyon jó rajtól Adorján a belső íven. Hajdu és Adorján az élen. A sárga sisakban azonban Kasztánya nagyon keményen érkezett be Adorján elé. Hajdu vezet. Adorján visszaszorult a negyedik helyre, de jön a belső íven. Most már harmadik Adorján. Kasztánya a második. Adorján a harmadik. Hajdu vezet.
Hajdu most nagyon keményen elcsípte a rajtot. A két Betli futam után Hajdu most nagyon szépen vezet Castagna a nyakán. Ott jön Adorján, azonban Adorján itt van a cél egyenesben. És ott van Castagna a nyakán. Castagnának most már hátra is figyelnie kell. És miközben Castagna figyeli Adorjánt, Hajdu meglóg, Hajdu meglóg. Hajdu pillanatokon belül az utolsó körét kezdheti meg. Nézzük, Adorjánnak sikerül-e befogni a Castagnát. Hajdu most kezdi meg az utolsó kört, aztán Castagna. És piros sisakban Stanzl menet közben megelőzte Adorjánt. Adorján egy pillanatra elmélázott, és nézzük, meg tudja Stanzlt előzni, de nem sikerül. Egy kerékre állt a motor, ez egy picit lelassította, és negyedik lesz Adorján. Hajdu megnyeri a versenyt, Castagna a második, Stanzl a harmadik, és Adorján sajnos csak a negyedik helyen futott be. Egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, nevet, mert Hajdu megnyerte a futamot. Adorján azonban negyedik helyen végzett, és túl simán előzte meg ő Stanzl ahhoz, hogy ne arra gondolhassunk, hogy a motorjával is volt valami. Nézzük a rajtot. Itt Hajdu nagyon keményen megfogja a pozíciót. Ott van, nem hajlandó átadni. Adorján nagyon szépen érkezik mögé. És aztán volt egy előzése Castagnának, amivel eldöntötte ezt a második helyet. És végül is visszaszorult a negyedik helyre Adorján. Itt látjuk az egyik legszebb pillanatát ennek a rajtnak. Végül is Hajdu nyert, és ezzel 3 pontot kapott, Adorján pedig 0 pontot szerzett. Három négyes kör ment le eddig, tehát a 13. futamnál tartunk, és itt az állás. Adorján a második helyen sokat magával holt versenyben áll, tehát ő még az első 8 között van jelen pillanatban, akik bekerülhetnek, de Hajdu sem vesztett még el semmit, hisz ő még kétszer futhat, és az 6 pontot jelenthet, összesen eddig 4 pontja van. És Hajdu most bebizonyíthatja, hogy sikerül neki, ugyanis itt rögtön a falnál sárga sisakban őt látják, tehát ez az első számú bizonyítási lehetősége. Cserchenko Oroszországból fehér sisakban mellőle indul, Millik Csehországból kék sisakban, és belül piros sisakban a lengyel Jankowski. És most Hajdu hátra megy, még egy tiszteletkört tesz, amíg a többiek elfoglalják helyéket, a versenybíró már int, hogy szép lassan menjenek. Egyébként maga a pálya egy úgymond tipikus európai pálya, a hosszú egyenesével, ezen kívül még angol típusú pályát különböztetnek meg ebben a sportágban, ami szinte kör alakú, tehát nagyon kevés az egyenes rész benne. Nagyon jónak tartják a szakemberek ezt a magyar pályát ezeknek a közel 70 lóerős járműveknek. Képzeljék el, hogy 80 kilósak a járművek, és körülbelül ugyanolyan erősek, mint egy Zsiguli, egy Lada, tehát van azért ebbe erő. Na de nézzük, hogy Hajdu mit tud produkálni. Hajdu a harmadik helyen, Hajdu a harmadik helyen, nem megy neki ma a rajt, nem megy neki a rajt, de nézzük, hogy befér-e most másodiknak a piros sisakos Jankowski mellett, mögött, fehér sisakban Cserchenko, tehát Cserchenko, Jankowski és Hajdu a sorrend, a Csemilk az jó alaposan lemaradva a negyedik, Hajdu harmadik helye az jelen pillanatban. Hát eléggé eldöntöttnek tűnik sajnos, és egy pontot hozhat a konyhára. Fehér sisakban Csárnyenko vezet, Jankowski a második továbbra is, Hajdu pedig a harmadik. És úgy tűnik, hogy ezek az egy-egy pontok kevesek lesznek, sajnos, sajnos, sajnos. Nem Hajdu napját éljük ma, amikor az utolsó körbe lépnek a versenyzők. Millik teljesen lemaradva a negyedik, és most már alaposan lemaradva a harmadik, Hajdu is. Az élen Cserchenko, az ő első helye már nem nagyon veszélyeztethető, ahogy nem is. Jankowski a második, Hajdu a harmadik, és a Csemilk a negyedik. Kár elért a futamért, kár, hogy csak egy pont lett belőle. Hajdu, nézzük innen rajtól, a palánk mellől. Jól kapja el rajtot, viszont Cserchenko még jobban, és megtámaszkodik
Charchenko, de Charchenko tud előre menni, és ez, ebben a futamban ez a meglepetés, és sajnos ez a döntő, mert mindenki Jankovszkira figyelt, gondolom Hajdu is, és végül is Charchenko jött be. Még egyszer lassítva látjuk a rajt utáni tülekedést. Jankovszki nagyon szépen befér ott a kanyarban, és megszerzi magának a második helyet, és hagyja, hogy Charchenko elölvívjon. Kisodródik sajnos Hajdu, és így csak a harmadik helyre tud beérni itt az egyenesben. A 15. futam következik, piros sisakkal motorozik majd Adorján, és onnan belülről indul a színének megfelelően a pálya belső helyéről. És érdekes, hogy a 15. futamnál tartunk, és a sokszoros világbajnok még nem nyert futamot. Az előző futamban összesen egy pontot szerzett, ami azt jelenti, hogy a harmadik helyen tudott csak motorozni. Kasztánya viszont egyelőre az élen áll, mert megnyerte a futamot, és most a legjobb még. Persze még elég sok van hátra. Adorjának gondja van valami a motorjával. A kuplungján állít. Bütykölészet van, bütykölészet. És ez nem is olyan könnyű dolog, mert két percen belül el kell indulni. Tehát Adorján és itt a palánknál Sarosztin. Adorján nézi a motorját, sajnos nézi a motorját, nincs rendben az a motor. De keményen vív, viszont a harmadik helyen van Adorján. Adorján a harmadik, és az első-második helyen kemény öldöklés. Most Adorján körbe motorozza a sárga sisakos Sarosztin, de nem sikerül neki, megpróbálta. A fehér sisakos Swiss vezet. Swiss, Sarosztin és Adorján a sorrendben nagyon együtt vannak. Na nézzük, Adorján mit tud az egyenesben. Nagyon kéne az a pont, nagyon kéne az a pont. Ha az első nem, de a második hely még meg lehet. De még talán az első, és Adorján belőle kerül. Nagyon szépen belülre kerül, és nagyon keményen eljön Adorján, hihetetlen tempóérzékkel. De most kisodródott, vajon meg tudja őrizni, megőrzi az egyenesben a második helyet. Ott van Adorján a második helyen, és most már csak Swiss van előtte. Na, sikerül-e még? Az utolsó körben Adorján a második, Swiss az első. Továbbra is Adorján a második, Sarosztin a harmadik, Sarosztin támadja Adorján. Adorján azonban úgy tűnik, hogy sikerül. Sikerülnie kell. Pillanatokon belül itt van a célegyenesben Adorján. Swiss győz, Adorján csodálatos versenyzéssel a második, Sarosztin a harmadik, és Kurguskin a negyedik helyen kék sisakban. Be se fejezi a futamot, úgy tűnik. A motorja nem nagyon akarta ezt a versenyt. Azt hiszem, megegyezhetünk avval, hogy hajmeresztő volt, amit Adorján csinált ebben a futamban. Minden föltett egy lapra, minden föltett arra, hogy visszaszerezze legalább a második helyet. Nézzék a rajt után. Miközben a rajtnál lehetett látni, hogy Bibis a motorja, mert még mindig azt nézte, hogy valami nincs ott rendben a technikával. Sarosztin keményen leszorítja Adorján. Adorján kivár, Sarosztin bekerül kettejük közé. És aztán végül is a nevető sokadik Swiss-t nyerte meg a futamot. Még egyszer ez a viadal Adorján és Sarosztin között. És aztán itt érkezik Adorján. Ez az a pillanat, amikor Isten kezében vannak már a dolgok. Jól döntött. Íme az állás az utolsó forduló előtt, és miután heten jutnak tovább ebből a fordulóból, illetve 7 plusz 1, de a plusz 1 már tartaléknak, hát bizony a világbajnok végnek is igyekeznie kell, tehát sorsdöntő sok versenyző számára az utolsó forduló, és nagyon-nagyon sorsdöntő Hajdu számára, akit itt látunk most a képen a belső pályáról indulni piros sisakban. Most elmegy, még fordul egyet, valami nem stimmel a motorját. Egy kicsit még egy rajtpróbát tesz, igen. Hajtólag elméleti lehetősége van szinte csak arra, ha most ezt a futamot meg tudja nyerni, hogy tovább jusson.
de hát az elméleti lehetőséget is meg lehet egyszer-egyszer csodával határos módon játszani. Na lássuk, hogy most hogy sikerül elkapni a rajtot. Nem jól, sajnos nem jól. Hajdú a harmadik, a fehér sisakos Kasper az első, sárgában Swiss a második, Hajdú pedig a harmadik. Ez nem Hajdú napja, nem először, nem másodszor, egy picit enerváltak a rajtjai, egy picit lassú a kelleténél, amikor Adorjánnal egy futamba volt, akkor sikerült elcsípni a rajtot, és talán ott Adorján is egy picit segített, hogy fedezte neki a szöget, hisz ők ketten a páros alapmotorozás mesterei. Sajnos Hajdú azonban a harmadik. Ez egy amolyan nyugdíjas futam. A fehér sisakos Kasper nagyon kemény előnnyel vezeti a versenyt. Swiss a második, és Swisset sem nagyon veszélyezteti Hajdú. Nincs tőle ugyan túl messze, de nincs nagy esélye arra, hogy megelőzze a lengyelt. Tehát továbbra is Kasper az élen, Swiss a második, és úgy tűnik, hogy Hajdú végleg elbúcsúzhat a továbbjutás reményeitől. Így is igaz. Tehát Hajdú a harmadik helyen fejezte be a versenyt, Kasper győzött, Swiss lett a második, és az osztrák Rebel jó alaposan Hajdú mögött is lemaradva lett a negyedik. Még egyszer a rajt pillanatai. És itt tulajdonképpen simán be tud férni Swiss Hajdú elé. Fogja a szöget, és nem ereszti ezt a második helyet, amivel még némi esélye lehetett volna Hajdúnak. Még egyszer lassítva látjuk a tülekedés pillanatait a rajt után, ahol tulajdonképpen Hajdúnak röviddel a rajt után már csak asszisztensi szerep jutott. Adorján Zoli még ott hátul van a palánk mellett, rajt gyakorlatot csinál, ott még lehet, megugratja a motorját. Ő pillanatnyilag, mielőtt elindul a futam, tovább jutó helyen van, de ezt meg is kell őriznie. Nyernie kell, vagy a második helyet kell megszereznie, akkor látszik biztosítottnak a tovább jutó helye. Franciszin Rempala Jankowski a futamtársa. Nagyon erős futam. Franciszin Jankowski és Rempala is a jók közé tartozik ezen a napon. Olyannyira, hogy Franciszin vezeti jelen pillanatban a versenyt. Tehát Adorjának a legjobbját kell nyújtania, ha ezt a futamot nyerni akarja. Adorján 32 éves. Tulajdonképp azt lehet mondani, hogy a magyar salakmotorsport nagy profija. Tehát szokta az ilyen terheket bírni, csak most is bírja. Lássuk, mit tud. Ott van Adorján a második helyen, de lehet, hogy meg lesz az első is. Nem a második helyen. Adorján a második helyen, az egyenesbe megpróbálja körbe motorozni Jankowskit. Nem sikerül neki. Adorján továbbra is a második helyen, a piros sisakos Franciszin veszélyezteti azonban. Nagyon ott van Adorján az élen álló Jankowski mögött. Itt a kanyarban az egyenesben el tud-e menni. Kerék-kerék mellett, ember-ember mellett. De visszaverte a támadást Jankowski. Adorján a második, Jankowski az első, Adorján továbbra is második. Franciszin a versenyben vezető a harmadik jelen pillanatban. Adorján továbbra is a második. Csak figyeljen oda Franciszinre, csak figyeljen oda, nehogy abba a hibába essen bele, hogy miközben támadja az élen álló Jankowskit, Franciszinnek sikerül megelőznie. Na még egy kör Adorján, És akkor azt hiszem, hogy fellélegezhetünk, mert akkor Adorján Zoltán bent van. Úgy tűnik, hogy nem lehet elvenni tőle a második helyet. Jankowskitól pedig az elsőt.
Jankonszki ebben a pillanatban győz a Dorján, a második, Francisin a harmadik, és a kék sisakos Rempala végig asszisztálta hármójuk küzdelmét. A Dorján második helyével nagy-nagy valószínűséggel már bent van az elődöntőben. Nézzük a rajtot még egyszer. A Dorján úgy nem a külső pályán indul. És ahogy azt tőle megszoktuk, nagyszerűen húz befelé, de ott még nem fér be az első helyre, megpróbálja kívülről körbe motorozni Jankovszkit, de Jankovszki motorja is nagyon erős, és Jankovszki maga is nagyon keményen állja a támadást. A Dorján itt nem tud elmenni, bár az egyenesben mindent megpróbál, és nagyon gyors is. Nézzük. És aztán hiába követett el mindent, amit egyáltalán egy igazi komoly profi elkövethet salakmotorozás közben, de nem tudta a gyorsabb és a rajtot megszerző, tehát a rajt utáni első helyet megszerző Jankovszkit legyőzni. És itt a végeredmény, és most egy úgymond szétlövés következik az első és második hely, illetve a harmadik és negyedik helyért. Most a harmadik és negyedik helyért a lengyel Swiss és honfitársa, szintén lengyel Jankovszki fog megküzdeni egymással. Ami az igazi jó hír, hogy a Dorján Zoltán bekerült a következő fokozatba a kontinentális középdöntőből. Ő volt versenyben az ötödik helyen. Lett tagja a győztes csapatnak. A tízes rangszámú Swiss vette át a vezetést, aztán most Jankovszki megelőzi. Jankovszki nagyon hamar visszavette a vezető helyet. Swiss mögötte. Továbbra is Jankovszki az élen. Hajdu egyébként volt versenyben 6 ponttal a 10. helyen végzett, és így kiesett a további csatározásokból. A világ féldöntőbe jutott tehát a Dorján Zoltán. A sorsorástól függően vagy Bradfordban, vagy Prágában fog versenyezni. 15-öd magával, tehát 16-16 versenyző kerül be ebbe az úgynevezett világféldöntőbe, és onnan 8-8 versenyző kerül tovább az augusztus 20-ai dániai Vojensben megrendezendő egyéni salakmotoros világbajnokság döntőjére, és Jankovszki ebben a pillanatban megnyeri ezt a duett versenyt, és ezzel a dobogó harmadik helyére léphet föl. Honfitársa Swiss a negyedik le. A továbbjutást nem befolyásolja, de el kell dönteni, hogy végül is kinyeri a mai versenyt. A két legjobb, hajszára egyforma legjobb, Kasztánya, ott a kék sisakban a belső pályán, és kívül Kasper, a legjobb cseh. Körülbelül egyidősek, úgy nagyjából nem fiatalok, már 30-on túl vannak mindketten. Óriási tapasztalatú és tudásuk, két nagy profi. Egymással vajon mit tudnak kezdeni? Kasztánya, ahogy várni lehetett tőle, a belső ívet fogott, de aztán Kasper jön hátulról, előre húzott az egyenesbe. Kasztánya most ráereszti. Kasper továbbra is vezet. Úgy tűnik, hogy sikerül megugraniák. Kasztányának nem sikerült megőrizni a rajt utáni pozíciót, pedig nagyon szépen berontott a kanyarba, viszont nagyon okosan belső íven beilletve kibújt mellőle Kasper. Azzal, hogy megszerezte az első helyet az első kanyarban, egy kicsit elkényelmesedett, és az a pillanatnyi kényelem, az most végleg megmozdulta magát. Pillanatokon belül megkezdik az utolsó kört. Kasper vezet, Kasztánya a második, és úgy tűnik, hogy Kasztánya is most már csak végig akar motorozni. Kaspert nem nagyon tudja már megcsípni. Kasper hátranézett, emel egy kerékre.
Ez már amolyan hobbi motorozás itt a végén. Castagna sem gondolja komolyan. És ebben a pillanatban Kasper megnyeri a versenyt. Tehát a mai verseny győztese. Antonin Kasper, második Castagna, a nagy mókamester, akit itt nagyon különösen szeretnek. De a legfontosabb, hogy egyik versenyzőnk legalább tovább jutott. Adorján Zoltán személyében, aki ott lehet a folytatásban. Hajdú sajnos a másik magyar résztvevő kiesett, tehát a mai végeredmény első Kasper, második Castagna, harmadik pedig bronzérmes Jankowski lesz. Ezzel búcsúzunk, viszont látásra, viszont hallásra.